Most még csak a folyamatosan hulló falevelek terítik be a falat parkoló autó motorháztetőjét és szélvédőjét, néhány hét múlva azonban a több centis hóréteg és a vastag jégpáncél okozhat fejtörést azoknak a sofőröknek, akik a szabad ég alatt parkoltatják autóikat. A rutinosabbak azonban már most ponyvagarásban pihentetik a gépjárművet. Sátorgarást elhelyezni október 15-e és április 15-e közötti időszakban lehet. Mivel rendelet meghatározza, hogy 190 darab a maximum, amit el lehet helyezni a városban, ezért a nyár végén már célszerű volt jelentkezni, a kérelmeket beadni, akinek ilyen igénye volt. Be is érkezett már ez a 190 darab kérelem, el is készült minden szerződés, úgyhogy jelenleg már nem tudunk helyet biztosítani sátorgarázsok elhelyezésére. A ponyvákat csak merőleges, kiépített, nem fizető parkolóban lehet elhelyezni. Fontos lenne, hogy ahol több garázs is van, ott egymáshoz a lehető legközelebb helyezzék el ezeket, ugyanis kicsivel nagyobb helyet igényel, mint a standard parkoló. Itt például bár két kocsi állás maradt a garázsok között, legfeljebb két keskeny kis autó tud egymás mellé parkolni kényelmesen. Akkor legális a garázs elhelyezése, ha a megfelelő jelöléssel rendelkezik. Folyamatosan ellenőrzik egyébként is az útellenőreink ezeket a sátorgarázsokat. Amin nem találják meg az azonosító számot, nem tudják beazonosítani, hogy valóban van-e rá szerződés, arra figyelmeztető cédulát helyeznek el, hogy keresse fel a társaságunkat, a garázs tulajdonosa, illetve ha olyan garázst találnak, amelyiknek ugyan van azonosító száma, de nem szerepel abban a listában, amit tőlünk ugye megkapnak, amire érvényes szerződés van, azokat is felszólítjuk arra, hogy fel kell keresni a társaságot és szerződést kell kötni, illetve miután most már nem tudnak szerződést kötni, mert betelt a 190 hely, akkor el kell bontani a sátorgarást. És ez igaz tavasszal is, április 15-éig él a legtöbb szerződés. Van, aki rövidebb időre kéri, az ugye értelemszerűen korábban elbontja, de legkésőbb április 15-éig el kell bontani ezeket a garázsokat. A puha falazatú építményekhez a helyek bérlése havonta 3505 forintba kerül. A teljes szezonra ez valamivel több, mint 21.000 forintot jelent. Ebbe azonban nem tartozik bele maga a ponyva, azt az autósoknak kell beszerezni. Ezeknek az ára jelenleg újonnan közel 200.000 forint, cserébe viszont akár 10-20 évig is megkímélheti az autósokat a reggelen kinti jégkapargatástól.